Sziasztok! Üdvözöllek titeket! Sipos Janka vagyok, ti pedig a ClickOut kistermelőnk rovatát látjátok éppen, amelyben ezúttal Bíró Anitához látogattunk el, illetve a fiához, Bíró Bulcsúhoz, a bírókertbe, amely tele van szebbnél szebb állatokkal, látunk majd lovat, kacsát, nyuszit, birkát és még pávákat is. Meséld el, kérlek nekünk, hogy hogyan indult ez az egész bírókert? Mióta létezik ez a központ? Tulajdonképpen maga ez a bírókert lovas központ, ez ebben a formában 12 éve létezik. Előtte, mint Kassai Lovas Ijász Iskola bírókánság név alatt működött. Tulajdonképpen maga ez a terület 22, már most majdnem 23 éve alakult. A Bíró Gábor férjem alapította. És miután rájöttünk arra, hogy a lovaglásnak több ágazata is van, tehát nem csak a lovasíjászat, akkor átneveztük az egészet egy bírókert lovas központtá, ami ugye nem csak a lovasíjászatot foglalja magába, hanem mindenféle mást, ami lóval kapcsolatos. Neked hogy jött a lovak szeretete? Tehát te ebbe belenőttél, vagy ez egy ilyen szerzett szerelem volt? Milyennek a története? Én igazából egy városi kislány voltam, tehát szüleim, nagyszüleim, senki nem foglalkozott lovakkal. Nem tudom, melyik ősömtől származhat ez a szeretet belőlem, vagy öröklődött, de én úgy gondolom, hogy most szerettem volna azt mondani, hogy anyatejjel szívtam magamba, de ez nem igaz, mert anyukám fél a lovaktól. Nem tudom, tehát én kiskoromtól lóimádó vagyok, lószerető. Eljött a nyári szünet, és én 2 hónapot nagyszüleimnél töltöttem vidéken, de csak azért, mert tele voltak állattal. Ló nem ugyan, de nekem mindegy, hogy mi volt, állat. Tehát én letettek engem nyáron, és 2 hónap múlva fölvettek, és folytattam az iskolát. Első szavam szerintem ló volt, én már lóval akartam moviba menni. Soha nem értettem, hogy miért nem akarnak nekem a blogba a balkonra lovat venni. Így van. Ez. Szóval ez egy nagyon tudatos pályaválasztás volt a részedről, mondhatjuk. Igen. Ez olyan, tehát úgy kezdődött, hogy az alapiskolát elvégzi az ember, és akkor jön a középiskola. Az egy nagy, már egy fordulópont a fiatal életében, hogy hova a középiskolába, és én akkor is borzasztóan szerettem ugye nem csak a lovakat, tehát mindenféle állatot. És már akkor tudtam, hogy én testnevelési főiskolára szeretnék menni, tehát én tornatanár akarok lenni. De ugye valamilyen középiskolát választani kellett, és én elvégeztem a mezőgazdasági középiskolát, és utána sikeresen fölvételt nyertem a testnevelési Nyitrán, és akkor elvégeztem azt. Akkor még nem tudtam, hogy én valamikor is lovakkal fogok foglalkozni, tehát akkor még csak ez a testnevelési vonal volt. Jártam lovagolni, ide, oda, amoda, ugye búcsúk, vásárok, mindenféle gyerek, azt kerestem, hogy hol köröznek a pónik, és ahogy lehetőség volt, ott mindig megtaláltam a lovat. Na most ez a kör egyébként gyönyörűen egybeért, mivel most már te oktatsz ugyanazon az iskolán, ahol valamikor ezek szerint tanultál, ráadásul pontosan mit is oktatsz, lótenyésztést? Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy oda sodort vissza a szél, ahol ugye én is végeztem. Első számba testnevelést tanítok, és mióta ugye megnyíltott a lovaglás és lótenyésztés szak, akkor megkeresett engem az igazgató úr, hogy lehetne együttműködni itt a gazdasággal, mint gyakorlati oktatást, és most már elméleti órákat is tanítok, mert én közben aztán elvégeztem sején a lovas oktatóit, mert tudtam, hogy ezzel is akarok foglalkozni, és tehát elméleti óráim vannak, és ide járnak a diákok gyakorlatra az iskolából. Hogy alakult a bírókert története? Eleinte csak lovakkal kezdtetek, vagy volt mindenféle? Mert most egyébként rengeteg állat van, amit majd ugye meg is mutatunk a nézőknek, de ha jól emlékszem, vagy ha jól tudom, akkor a kezdetben azért nem volt ennyiféle állatotok, nem tartottatok. Igen, csak lovak voltak, és az is elég kis számban. Tehát én, amikor ide kerültem, megismerkedtem a Gáborral, akkor volt itt 5 darab ló, amiből 3 az övé volt, és 2 volt bértartásban. És szépen az évek alatt, amikor úgy összecsiszolódtunk, én is hoztam új ötleteket,
ő vevő volt rá, tehát ugye azért nekem teljesen más ötleteim voltak, más nézeteim, és akkor úgy vevő volt rá, hát próbáljuk meg. Bővítettük a lóállomán, tehát akkor mi mindig csak lovakkal foglalkoztunk, és amióta a fiammal, most 15 éves a kisfiam, ő vele tulajdonképpen, mióta ketten vagyunk, úgy gondoltuk, hogy próbáljunk meg egy kicsit bővíteni, tehát ne csak lovak legyenek, szeretjük az állatokat, ő is jött különféle ötletekkel, mit lehetne még, és akkor azt mondtuk, hogy hát jó, próbáljuk meg. Jó, tehát akkor ketten csináljátok gyakorlatilag, és ketten dolgoztok itt 8 nappal látéve, gondolom, feltételezem, mert azért ennyi állat mellett tényleg rengeteg a munka is. Igen, most már sajnos mondhatom azt, hogy egy tragédia folytán így alakult, a Jóisten így döntött, hogy ezt nekünk kell továbbvinni. Igen, tehát egy napunk nekünk abból áll, hogy reggel 5:50-kor csörög az óra, fölkelünk, kijövünk, megetetjük a lovakat, állatokat, majd elmegyünk dolgozni, én elmegyek dolgozni, őt elviszem iskolába, délután haza, és akkor délután kezdődik a következő műszak itt kint. És mi úgy szeretjük nyugodtan elkezdeni az estét, hogy tudom azt, hogy az összes állat meg van etetve, el van rendezve, mindenki a helyén van, nyugodtan, és akkor kezdődik nekünk a benti esti rutin. Rendben, hát köszönöm a beszélgetést, és most megkérném a fiadat, akkor, hogy vezessen egy kicsit körbe minket a bírókerten, és nézzük meg, hogy milyen állatok vannak itt. Mutatkozz be egy picit a nézőnek, hogy hívnak téged. Bíró Bulcsú vagyok, 14 éves, és kezdő farmár. És te vagy a többi állat fő felelős. Ugye édesanyád a lovakért felelős, te pedig a többiért. Minden, ami nem ló, az az enyém. Én gondoskodok róluk. Ugye itt állunk a Nyuszi ketrec mellett, tehát Nyuszikat is nevelsz, ugye? Igen, igen. Most itt van 4 nyúl, ott bent pedig 1. Ő neki a bentinek csak 1 született, 1 nagy, ő pedig szépen leellett, első ellése volt. Mióta nevelsz Nyuszikat egyébként? Fú, hát most már lassan 1 éve. Lassan 1 éve, hogy nevelem őket, volt már több ellés. Itt a benti anyukának már volt többje, ő már régóbb volt, megvan nekem, ő pedig az első idei. És kitől tanultad a nyúltenyésztést, vagy volt valaki, aki tanácsot adott neked, vagy... Hát ugye te tulajdonképpen már belenőttél az állatok szeretetébe is, az állattenyésztésbe is, ha így vesszük. Hát igen, az, hogy kitől tanultam, magamtól. Persze sok embertől kértem tanácsot, akik már régebb óta tartanak nyulakat, állatorvosomtól, de nagyrészt úgy magam úgy rájöttem, hogy mit, hogyan, mennyit, stb. És milyen nehéz tartani ilyen állatokat? Tehát mennyi törődést vagy mennyi gondoskodást igényelnek? Hát nem túl sokat. A nyulak azok mondhatni egy elég igénytelen állat, hogyha lehet így mondani. Nem kell vele sokat törődni, reggel este enni adni neki, kicsikre figyelni, gyógyszert adni nekik, meg almozni nekik, hogy hetente, két hetente, úgyhogy nem nagy igényűek. Bírni lehet velük. Nyuszin kívül akkor milyen állatod van még? Hát van 3 libák, ők lassan több mint 1 éve itt lesznek a területen. Ott van bent a karámba, hogyha lehet így mondani, 2 birkám, kameruni birkák, ők fél éve vannak itt, és a tyúkok, ők vannak 22-en. 22-en akkor tojással ellátnak benneteket, gondolom. Igen, télire egy kicsikét mondjuk most leállnak, nem olyan jó a tojáshozam, de nyáron napi 10 simán bejön. Illetve még van 2 páva is. 2 pávátok is van, egy tojó és egy hím. Egy tojó és egy hím, még fiatalok, még csak 1 évesek. Ivar érettség náluk az 3 évnél jön el, úgyhogy még most 2 évig még vannak, aztán ők is elkezdenek tojni, szaporodni. A kameruni bárányokról mit kell tudni? Tehát ők miben másak, mint például egy házi bárány? Ők abban másak, hogy őket nem kell nyírni. Ők a szőrük, a bundájukat ők levedlik. Míg a normális bárányokat időnként nyírni kell, ők azt levedlik saját maguktól. Tejet ők nem adnak, viszont most vemhes. Úgyhogy tavasz körül várjuk a kisbirkákat. Hány lovatok van jelenleg? 16. 16, az rengeteg ló. Mind a tiétek? Nem, fele. Fele a miénk, másik fele pedig bértartásban van nálunk. A bértartás az mit jelent körülbelül?
van egy ember, ő vesz egy lovat, nem tudja hova elrakni saját magához, ide hozza hozzánk, mi etetjük, itatjuk, tartjuk, ő pedig csak jön és lovagolja. Melyik könnyen kezelhetőbb szerinted? Tehát ugye ebben nőttél fel, tehát azért ismered a lovakat. Melyik a könnyen kezelhetőbb? Egy kanca vagy egy csődör? Van különbség a csődör és a herélt között. A csődörök azok ugyanolyan kicsiként mondhatni vehemensebbek. Viszont heréltek, akkor nyugodtabbak ők, és ugyanúgy általában a kutyáknál is így van, hogy azért olyankor megnyugszik egy állat. De én, mint hogy így felnőtten, ilyen herélteket találom, nyugodtabbaknak. Kancák azok általában olyan vehemensebbek. És te mit mondasz? Magadat milyen lovasnak tartod? Lovasiásznak. Van többféle lovaglási stílus, ugye, mi a lovasiászatot képviseljük. Értem. Tehát milyen szinten vagy? Vagy jártok egyébként versenyekre is? Nem, versenyekre nem járunk, bemutatókra szoktunk járni. Az ilyen korhúj bemutató, ugye, mint lovasiászat, korhúj bemutatókra szoktunk járni. Hogy milyennek vallom magam, mindig tanul. Még a legprofibb lovasok is tudnak mindig tanulni újat a lovaktól, ugyanis mondhatni minden ló más. De egy haladó, mondhatni, hát haladó, tudok lovagolni, de nem mondanám magam profinak, csak tudok lovagolni. Így mondanám. Ez a korhű, ezt hogy képzeljük el? Tehát akkor gondolom, hogy azokat a ruhákat veszitek fel, tehát tényleg azzal a felszereléssel is lovagoltok, ami... Igen, ami... itt van bent a nyergesünkben, ott vannak a lovasjász nyergek. Azok abba különböznek például egy angoltól, hogy ezek kápásak, fából készültek általában kápásak, körte alakú kengyelekkel, és a korhűségről pedig olyankor beöltözünk 9.-10. századi magyar, vagy 4.-5. századi hun ruhába, íjakkal, kardokkal, stb. És akkor azt eljátsszuk mondhatni a bemutatónkon a pozsonyi csatát. A lovaglás az tulajdonképpen a léleknek is jót tesz, nem csak a testnek tesz jót. Egy picit mesélnél arról, hogy milyen lovagolni, vagy miért jó lovagolni? Nagyon jó érzés egyé válni a lóval, ugyanis, hogyha egy lóra ráülsz, ti egyé váltok. Csodás érzés rajta menni egyszerűen. Vannak azok a pillanatok, amikor nehéz egy lóval bánni, de ha már be van tanítva az a ló nyugodt, akkor öröm a lovaglás. Kedves Janka, most akkor térjünk el egy picit a tradicionális riporttól, és kérdezhessek én. Szóval akasszák a hóhér. Legyen. Na, akkor kérdezz, mondd. Milyen érzés újból lovon ülni? Mert én ám tudom azt, hogy te hogy szereted a lovakat, és hol kezdődött a lovas pályafutásod és karriered. Hát a lovas pályafutásom és a karrierem a gyermekeim megszületésekor egy kicsit derékba tört, de egyébként igen, tehát egyébként úgy, ahogy te mondtad, hogy te is gyerekkorodtól a lovak szerelmese vagy, én is a lovak szerelmese vagyok gyerekkoromtól. Úgyhogy hát isteni érzés újra lovon ülni, ezt így mondhatom, tényleg évek után, és hát egy kicsit el is érzékenyültem egyébként, hogy őszinte legyek. Úgyhogy isteni. Nagyon jó, ennek örülök, és remélem azért majd a gyerekeid is egy kicsit bele fognak kóstolni ebbe a hát én mindenképpen szeretném, így van, és hát nagyon-nagyon szépen köszönöm neked is, hogy megmutattátok a bírókertet a fiaddal, és hogy láthattuk mindezt, és hát remélem, hogy visszatérhetünk csak hamar. Nektek pedig köszönöm a figyelmeteket, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!